Szeretettel köszöntöm a Gömör és Nógrád rádió hallgatóit. Én német Ajna vagyok, ez pedig itt a Hitben járó című műsor. Mai vendégem Tóth Krisztián, fiatal zsigárdi református lelkipásztor. Üdvözöllek Krisztián, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is üdvözöllek és mindenkit, áldás békességet. Fontos megemlítenem, hogy te nagybalogi születésű vagy, és amikor én ide kerültem, az elsők között voltál, akit megismertem. És bár már akkor is egy nagyon szimpatikus, pozitív kisugárzású fiatal ember voltál számomra, nem gondoltam volna, de szerintem se sem, hogy egy nap, mint lelkész fogok veled beszélgetni. Igazából én sem gondoltam, hogy valaha én is lelkészként fogok itt ülni, de, de valahogy az Úr mindig a, a felé vezetett, hogy mindig az útjaimat megélhessem, és mindig át tudjak adni valamit abból, amit én is kaptam. És nagyon örülök tényleg annak, hogy, hogy te, aki láttál annak idején is, amikor szó szerint mondhatnám úgy, mint a tékozló fiú, hogy tékozoltam, és láthatod ezt az időszakot is, amikor remélem, és az Úr is így látja, hogy valamit tehetek a földi országáért. Biztos vagyok benne. Mesélnél nekem egy kicsit bővebben arról, hogy mikor érezted az ő elhívását, az ő hívását, és minek a hatására döntöttél úgy, hogy ezt a gyönyörű hivatást, pályát választod? Nagyon érdekes, mert én, én introvertált embernek tartottam magam mindig, de közben mindig ott volt bennem valami, hogy, hogy tehát valami nagyobbra hivatott vagyok. Tehát Mindig éreztem, hogy valami kellene többet tenni a környezetért és mindig lokálisan gondolkodtam. Érdekes, mert a már eltérőek vagyunk, a hugon mindig globálisan gondolkodik, én meg nem, én mindig a lokálisan gondolkodom, hogy valamit a környezetért, és, és ez a fajta elhivatás mindig ott volt bennem, de nem tudtam még meghatározni, hogy ez kihez fűződik, vagy mihez fűződik egyáltalán az elhivatás. Tehát jó, csináljunk többet, csináljunk jobban, és jobbat, de hogy most ez egy általános jó gondolás ez bennem, vagy hogy, vagy hogy Istenhez fűződik, tehát ezt még nem tudtam. És húsz éves koromban az Úr elhívott engem, és igazából onnantól kezdve ez tisztázódott bennem, hogy ezen az úton kell haladni, bár nem tudtam még, hogy miért, de azt tudtam, hogy ezen az úton kell haladni. Volt egy konkrét pillanat, amikor úgy megvilágosodtál, és érezted, hogy erre az útra kell lépned? Volt egy, egy konkrét pillanat 20 éves koromban, amikor már készültem arra, hogy hova menjek tovább tanulni. És úgy 5 év után először imádkoztam este elalvas előtt, és, és akkor éjjel azt álmodtam, hogy otthon a nagybalogi szószéken hirdetem Istennek az igéjét. No, és amikor reggel felkeltem, akkor mentem a szüleimhez, és azt mondtam, hogy na jó, akkor teológia lesz. És és Isten megadta, hogy rá fél évre hirdetette otthon ez igét a nagybalogi templomba. Ha jól tudom, voltak azért nehezítő tényezők is ebben a továbbtanulásban, mert te szlovák óvodába jártál, iskolába jártál, és mégis egy magyar nyelvű egyetemet választottál. Hogy boldogultál ezzel a kihívással? Azért ritka ez a példa, hogy valaki a szlovák nyelvűből megy magyarba. Igen, és, és tényleg nem volt egyszerű, nagyon sok mindent kellett pótolnom, emlékszem, elején. Tehát ami sok mindenkinek már alap volt, azt nekem pótolnom kellett. Gardonyit, mixátot olvastam, és na nagyon sok irodámat, magyar irodámat, ami természetesen, amivel szlovák iskola bárta meddig, azért kimaradtak. Aztán sok egyéb dologgal is kellett megharcolnom, ugyanis amikor elején jelentkeztem, így emlékszek rá, hogy sokan így, így nem is hittek benne, hogy én ezt el fogom tudni végezni. Tehát azt hitték, hogy ez csak ilyen föllagolás bennem, hogy jó, van, úgyis majd hazajövök. De idővel kiderült, hogy ez, ez viszont sokszor megerősített engem, hogy hát ha a kutya kutyát eszik is, én ezt el fogom végezni most. Értem, nagyon kitartó voltál akkor. Az egyetemi éveid alatt is úgy tudom, hogy nagyon aktív munkát végeztél. A hallgatói önkormányzattablja voltál, részt vettél különböző ifjúsági rendezvényeken, zenekart alapítottál. Mesélnél egy kicsit nekem ezekről? Másodikos voltam, amikor már azt láttam, hogy a tanulmányaim javulnak, és akkor lehetne valamire másfelé is nézni. Volt nálunk a hallgatói önkormányzat, kari szinten is, de egyetemi szinten is. Kari szinten nálunk évelején mindig a lapok érzéjó le voltak osztva, tehát hogy évelején voltak mindig a választások, és akkor évelején mindig döntöttünk arról, hogy, hogy ki lesz a karrierelnök, mi úgy, úgy szenior helyettes, ki lesz a titkár, és így tovább. Tehát azok már stabilok voltak, de egyetemi szinten még nem. És elkezdtem. Aktívkodni. Tehát olyan értelemben, hogy részt vettem egyetemi programokon, bálokat szerveztünk, segítkeztem. Természetesen én is ott kezdtem, hogy még a bál elején raktam a székeket, aztán a vége volt a bálnak, akkor mentem és összepakoltam. Tehát ilyen dolgokra kell elképzelni. De aztán már harmadikos koromban, már ott voltam, hogy karrielnök is voltam, egyetemi szinten is elnökségi tag voltam. Ott már, már megint egyéb dolgokkal kellett foglalkoznom, de én ezeket nagyon élveztem. Aztán város megmozgató programokat is szerveztem három évig, például a Futás a Jövőért, amely arról szólt, hogy futottunk egyetemisták, középiskolások, alapiskolások és óvodások, tehát óvodásokkal együtt mindenkinek volt egy egy stand, ahol ők bevártuk egymást, és akkor közösen befutottuk a Klapka térre, és igazából ez egy szimbolikus futás volt, amely arról szólt, hogy mi megmutassuk most idézőjelben a nagyvilágnak, hogy igenis mi vagyunk itt magyarok, és büszkék vagyunk arra, hogy saját anyanyelvünkön tanulhatunk óvodától kezdve egyetemig. Értem. És ezen kívül még többször láttalak zenekarban is játszani, és úgy vettem észre, hogy nagyon otthon érzed magad a színpadon, és nagyon boldoggá tesz az, amikor Krisztusért, Krisztusnak énekelhet, zenélhetsz, gitározhatsz és játszhatsz, mesélnél erről is egy kicsit. E, igen. Egyetem után közvetlenül Komáromba kerültem, és Komáromban mai napig működik a Dejection e, dicsőítő csapat, és ők hát mivel már ismertük egymást a csapattal, ezért ők uh, meghívtak engemet uh, először így próbálok rá, hogy csatlakozzak hozzájuk, és végül ott maradtam, és nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon sokat tanultam arról, hogy milyen egy csapatban zenélni, dicsőíteni, milyen az, amikor oda kell tényleg figyelni a másikra, milyen az, amikor uh, minden dicsőítés előtt imádkozunk, próbák előtt, próbák után, egymásért, milyen az, amikor valaki nem jön, és akkor érdeklődünk utána. Tehát ez is, ez is egy nagyon jó tapasztalat volt nekem, én nagyon sok áldásokat e, kaptam. És hát e, mondom, én nagyon sokat köszönhetek nekik, és nagyon jó volt kiállni az emberek előtt, mert ez egyfajta bizonságtétel egyébként, ez is, amikor énekben mondható. Én úgy gondolom, hogy a dicsőítésnek nagyon nagy ereje tud lenni abban is, hogy közelebb kerüljön valaki az úrhoz. Abszolút, és Érdekes, hogy azt vettem magamon észre, hogy minél többször próbáltunk, mink is a Dicsőnsennel, minél több éneket énekeltünk, annál jobban kezdtem el figyelni én is a szövegre. Tehát már nem arra figyeltem, hogy most mennyire ritmusos egy adott ének, vagy milyen a melódiaja, hanem a szövegre. És, és tényleg elkezdtem én is jobban átélni az éneket szövegileg. De láttam én is az embereket, amikor például a templomba dicsőítettünk, hogy jöttek hozzánk, és akkor nem azt mondták, de általában ugye a templomban, hogy jó volt tiszteltes úr, hanem azt mondták, hogy milyen szép énekel van akkor most egy kicsit más vizekre elvezve, nemrég kaptad meg az első gyülekezetet, ha jól tudom, Zsigárdon vagy most Lelki Pásztor, és így követve a social media felületedet, látom, hogy nagyon aktív vagy, és rengeteg munkába fogtál bele. Mesélnél egy kicsit ezekről bővebben? Már nem négy év után elhattam Komáromot, ahol segéd, majd beosztott lelkész voltam, és Zsigádra kerültem, most volt egy éve, hogy Zsigárdon vagyok, tehát van már most is hova úgy visszatekinteni, meg levonni a konzekvenciákat, hogy, hogy mi volt az, ami jó volt, mi volt az, ami kevésbé jó volt. Egy, ami biztos, hogy úgy, mint általában én is nagyon belevetettem magam. Sok újabb dolgot próbáltam behozni, másképpen csinálni egyes dolgokat. Most már látom, hogy nem mindegyik volt jó, de nagyon sok jó volt. Uh, viszont azt is látom most már, hogy nem lehet mindent egyszerre is erőtetni. A szeretetet sem lehet erőtetni. Tehát ezt megtanultam az elmúlt évben, hogy mindennek megvan az ideje. Úgy, ahogy a csecsemőnek sem elé nem szalonnát adunk, hanem megvan az ide, amikor az ember elkezdi a szalonnát enni. Úgy egy gyülekezetnél is ez van, hogy nem lehet mindent egyszerre, nem attól lesz egy közösség élő, ha nagyon sok alkalom van benne, hanem pont attól, ha hiteles lesz, hitelesek lesznek azok az alkalmak, tehát tényleg úgy megélt alkalmak lesznek. Szóval én most próbálom ezeket is magamban struktúrálni máshogyan, hogy ezek az alkalmak tényleg megélt alkalmak legyenek. Tehát nem csak az legyen, hogy jó tudjuk le az alkalmat, volt, hanem hogy megéltek legyenek. Igen, ez nagyon fontos. Ezen kívül láttam, hogy azért szervezer evangelizációkat, koncerteket, jótékonysági koncertet is. Mi motivál mindezekben? Mi az, ami erőt ad, hogy ezeket megszervezd és tényleg véghez vidd? Zsigárdon azelőtt nem volt evangelizáció. Énnek én, nekem nagyon sokat adtak. Éppen ezért én akartam, hogy érezzék át azt, amit, amit általában én is érzek az evangelizációk után, azt a fajta lelki feltöltődést és volt is egy koncepció bennem, hogy szeptembertől karácsonyig négy-három evangelizáció, végül három lett, mindig más evangelizált, és mindig más dicsőítő csapatot hívtunk ezekre az alkalmakra, de amint az előbb is mondtam, éreztük már az utolsó evangelizáción is, hogy kicsit már sok és már most átgondoltam, hogy idén hogy fogom csinálni. Természetesen idén is lesznek evangelizációk, de már máshogy, mint ahogy tavaly próbáltam csinálni. A jótékonysági koncertek, azok még mindig tehát ügyhöz vannak kötve. Ha van egy ügy, akkor tudunk szervezni koncertet. Sajnos nálunk volt két ilyen hát, súlyosabb, tragikus eset, aminél szükség volt Anyagi dolgokra. És mi ezt nem tudtuk más, hogy megoldani a gyülekezeten belül, csak úgy, ha szerveztünk koncertet. És nagyon áldásos volt mind a két koncert, amit szerveztünk tavaly. Összegyűlött az a pénz, amire szükség volt. És az elsőnél ott is egy gyülekezeti tagunk balesetet szenvedett, de nagyon sokat javult az állapoták. A másiknál pedig nem gyülekezeti tagunk, de ott is diagnosztizálták nála egy nagyon súlyos betegséget és úgy tűnik most már, hogy szinte meggyógyult. Hála Istennek! Ezen kívül, ha jól láttam, bölcsödét is nyitottatok most. Nem tudom, hogy ez most milyen fázisban van, és hogy, hogy haladsz ezekkel. Gondolom most egy teljesen új terület nyílt meg a számodra, és sokkal nagyobb munkát jelent, mint amit eddig bármi más jelentett. Igen, tehát ez egy, ez egy új világ most. Május 1-től megnyílt a Zsigárdi Napsugár bölcsöde. Nagyon sok örömünk van benne, de természetesen úgy, mint általában intézményeknél van, van vele mondanám azt, hogy munka, de inkább azt mondom, a szolgálat, mert tényleg ezt Isten végezzük. Nagyon aranyosak a kicsik, tehát amikor bemegyünk nappal, és akkor meglátjuk őket, ahogy ott egymással, tehát tényleg sok örömünk van benne. Igyekszünk Minél jobb körülményeket létrehozni, ahhoz, hogy a gyermekek is ott jól érezzék magukat, és hogy a szülők is meg legyenek elégedve azzal, amit mi tudunk nyújtani, tehát azt a fajta szolgálatot. Jelenleg négy gyermek látogatja a Napsugár bölcsödét, és hát igyekszünk, hogy minél többen legyünk ott. Kívánom, hogy ez így legyen. Rátérnék egy másik témára, ha jól láttam, elég sok ifjúsági munkát is végzel, és. Ez egy kicsit nekem is ilyen szívügyem, hogy valahogy megszólítani a fiatalságot, a fiatalokat, és úgy gondolom, hogy mivel te is nagyon fiatal vagy, ezért jó példával járhatsz előttük, motiválhatod őket. Miket végeztek? Hogy próbáljátok őket az úr útjára terelni? Hát amikor zsigadra kerültem, akkor így mondták nekem ott a gyülekezeti tagok, hogy mivel fiatal vagyok, és nem nagyon működik a fiatalság a gyülekezetben, hogy szeretnék. Um, tehát én foglalkoznék a fiatalokkal. El is kezdtem a munkát, és igazából én azokkal tudok foglalkozni most, akik tehát a faluban vannak, mert sokan járnak dolgozni, vagy ö, ö, iskolába, hétközben ugye más városokba, és a faluban általában most azok vannak, akiket én tanítok hittanórán. Tehát én velük tudok foglalkozni, és a legtöbbet a konfirmandusokkal foglalkozok. Én tagja vagyok a Firesznek is, a Fiatal Reformátusok Szövetségének, nyugaton pedig működik a Fidesz Dunamente, és mi mindig, hát mi gyakran szervezünk alkalmakat a fiataloknak. Ezek vagy hétvégi alkalmak, vagy egynapos alkalmak, de van úgy, hogy egy hetes táborokat is szervezünk, ahová én már hordom a konfirmandusaimat, sőt, ők már annyira szeretik ezeket az alkalmakat, hogy már maguk is jelentkeznek rá. És ez már egy olyan dolognak érzem, hogy itt már valami elindult hogy már valami ott van a bíramlásban, hogy már ők már tudják, hogy ez van egy alkalom, és akkor az menjünk, öröm van, találkozunk a többiekkel. Aztán szeptembertől én szeretném elindítani, mert egy a kollégakkal beszéltem, a Vágmenti Ifit. Ez úgy működne, hogy Deákitól egészen Gútáig, tehát ez ha jó számolom, 5-6-7 hát, gyülekezetet érinteni, tartanánk havi egy ifjúsági alkalmat. Ez egy napos lenne, például én, én szombatot szeretném, de aztán majd kiderül, hogy a többiek ott szeretnének. 30-40 vagy 50 fiatalról lenne szó. És ez úgy működne, hogy azon a héten nem lenne se KT oktatás, se ifjúsági alkalom a gyülekezetekben, hanem mind, mi, a vág mentén azok a gyülekezetek mindig erre koncentrálnának, és ide hordanák a fiatalokat, és Egyfajta élménypedagógiai módszerrel próbálnánk elmélyíteni az evangéliumot. Tehát én úgy gondoltam, hogy például van ott nem messze a, a zobor, és akkor elvinnénk őket oda, és akkor csoportokra osztanánk, és akkor túráznánk, és közben átvennénk az evangélium egy-egy pontjait, vagy folyik a vág, a vág, mentén jönnénk le, és ugye, hogy volt az, amikor a tanítványok elvesztek. Tehát, hogy, tehát, hogy éljük is át azt, amit tényleg megtörtént a Bibliában ilyen-olyan módon mert tényleg, hogy ez, ez, fog még maradni bennük. Mire fogékonyak leginkább ezek a fiatalok? A hitelességre. A hitelességre. Annyi mindent próbálkozok én is, és igazából tényleg azt veszem most észre, szoktam beszélni, a kollégáimmal, hogy próbálkozunk mindennel, követjük a TikTokot, meg új dalokat hallgatunk mink is, hogy nem maradjunk le, de azt veszük észre, hogy amúgy meg vannak olyan idősebb kollégák, akik még semmit nem csinálnak reg olyan értelemben, hogy, hogy kövessék a trendet, hanem tényleg az van, hogy ők felkelnek, olvassák az igét, elmennek egy alkalomra, aztán a fiatalok még mennek utánuk, hogy hogy lehetséges ez. És valószínűleg ez az van, hogy valakinek van rá karizmája, valakinek nincs. Tehát ez, ez is egy talentum, de mindennek az alapja a hitelesség. Tehát a fiatalok nagyon arra mennek a hitelességre. Mit tanácsolnál azoknak, akik érzik magukban az indítatást, hogy Krisztusért dolgozzanak, az ő országát építsék, de még nem igazán tudják, hogy hol kezdjék el, vagy hogy mi az, amit kéne csinálni? Hát én először is azt mondanám, én sem ismertem magamat. Tehát én nem tudtam, hogy én miben tudok segíteni. Én, én azt javasolnám, hogy először is ismerjük meg magunkat. Tehát én, én nagyon, hogy tényleg hol vagyok én a Krisztus rendjébe. Én azt szoktam csinálni a fiatalokkal, hogy papírra felírom, hogy miben vagyok én jó. Én tényleg miben vagyok én jó. Aztán, hogy azzal miben tudom segíteni a Krisztus országát, a környezetében ott, ahol vagyok. Én magamat szoktam most erre nagyon figyelmeztetni, de a fiatalokra is próbálom szívükre helyezni, hogy ha tanuljuk mikor nem vagyunk pótolhatatlanok. Hogy mi csináljuk Isten dicsőségére, de ha úgy adódik, akkor, és ha más szolgálatot kell végezni, akkor ott is tudja olyan szívvel végezni a szolgálatot. Ez most nekem is szól, de általában a fiataloknak erre tanítom. Vannak további terveid, akár Zsigárdon, akár a fiatalokkal, tehát most, most elég sok mindenben benne vagy. Mik vannak még a jövőben célként kitűzve? Hát gyülekezeti szinten hát a toronyjavítás áll előttünk, befejezni egyik építkezést, egy teraszt építünk most, ugye a bölcsödét még jobban beindítani, és szeretnék még napközit az időseknek zsigárdon. Persze tovább a fiatalokkal foglalkozni, mert a következő évtől már két csoportom is lesz, konfirmandus csoportom, és ott már tíz emberrel fog foglalkozni. Öt éves terv pedig, hogy legyen egy ifi. Tehát egy, egy olyan ifi, ahol már fiatalok is szolgálnak. Tehát ez, ez lenne a terv gyülekezet szinten. Egyházi szinten pedig a lelkész szolgálni továbbra is, illetve a Fireszbe tevékenykedni és alkalmakat szervezni a fiataloknak. Milyen gyakran szolgáltok most a lelkész zenekarral? Hát most nagyon ritkán. Most, most szolgáltunk Berekfürdőn, amikor volt továbbképző, de igazából tényleg csak akkor szolgálunk, amikor van valamilyen alkalom, és felkérnek minket, ugyanis hát a lelkész zenekar ugye mindegy, mindegyik tagja a lelkészből áll, mindenkinek még van a saját szolgálata, szóval nagyon nehezen tudunk mi is összejönni, és igen, tehát azt mondom, hogy ritkán, de most egy hete például szolgáltunk együtt, és az nagyon áldott volt. Hát akkor kívánom, hogy minél több ilyen alkalom legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és örülök, hogy veled tudtam most itt elsőként beszélgetni. Jó látni, hogy vannak az egyházban ilyen aktív lelkészek, akik több fronton is igyekeznek helytállni, és kívánom, hogy ez még csak a kezdet legyen, és általad egyre többen hallják meg Isten hívó szavát, és lépjenek az ő útjára. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Egy dolgot szeretnénk még így a szívekre helyezni, hogy sokszor beszélünk arra, hogy ilyen szolgálat, olyan szolgálat, de hogy ez tényleg, hogy a imádság nélkül, meg Jézus nélkül nem működik. Tehát én minden egyes Isten tiszteletét így kezdem ezzel az igével, és nekem tényleg ez a motto is, ha lehet mondani, mindenre van erőm a Jézus Krisztusban, aki megerősít. Amen. Ez volt már a hitben járó, tartsanak velem a jövő héten is. Most pedig hallgassunk meg egy gyönyörű református éneket a dissese feldolgozásában.